A család az egyik legkomplikáltabb és sokszor az egyik legnehezebb dolog az életben, hiszen olyan emberekkel kell 10-20 éveket együtt töltenünk, akiket nem mi választunk, és sokszor nagyon különbözünk egymástól. Családon belül is a szüleink az egyik legfontosabb személyek az életünkben, hiszen ők azok, akik egészen pici babakorunktól kezdve, legalábbis jó esetben nevelnek minket 10 éveken keresztül, amíg nagykorúvá, illetve felnőtté nem válunk. Viszont a szülőkkel való kapcsolat gyakorlatilag soha nem egyszerű. Gyerekként azért, mert egyfajta szimbiózisban élünk velük, tiniként azért, mert elkezdjük kialakítani és felfedezni az önálló személyiségünket, éppen ezért lázadunk, próbáljuk levetni a rablánceinkat, és vergődünk gyakorlatilag a szabadság és a kötődés ambivalens érzései között. Felnőttként pedig azért, mert ha már mi is felnőttünk, és sokszor van már párunk, és akár gyerekünk, itt saját családunk, azért a szüleinknek még mindig a gyerekei vagyunk, és a gyerekei is maradunk. A mai videóban különféle szülőtípusokat fogok nektek bemutatni Elstipkovics Erika Szeretettel sebezve című könyve alapján, amit itt láthattok mögöttem egyébként, ami állandó kollekciója itt a háttérnek, mert egy annyira jó könyvről van szó. Már több könyvbemutató is volt a csatornán, és szerencsére az eddigieket nagyon szerettétek, remélem, hogy ezt is szeretni fogjátok, ugyanis egy brutálisan mocskos jó könyvről van szó. Imádom az olyan könyveket, amik egyrészt aha élmények sorozatával lepnek meg, és rengeteg ilyen felismerésed van, másrészt pedig olyan praktikus, gyakorlatias tudással szerelnek fel téged, amit akár azonnal tudsz alkalmazni és használni a saját életedben, ezzel is jobbá téve azt. Senki nem tanítja nekünk azt, hogy hogyan kell szülőnek lenni, hogyan kell szülőként jól viselkedni, ha pici gyerekünk van, ha tini, ha felnőtt gyerekünk van, de azt se tanítja nekünk soha senki, hogyha mi vagyunk gyerekek, tinik és felnőttek, vagy akár már újra mi felnőttek és nekünk vannak gyerekeink, hogyan éljünk ezeknek a kapcsolatoknak a hálójában. Ami kapcsolatok, hangsúlyozom, hogy az egész életünkre kihatással vannak, és az egész életünket ebben töltjük, tehát megint csak egy olyan dologról van szó, amit soha senki nem tanít nekünk, noha az élet egyik legfontosabb tudásáról van szó. Ezt a könyvet én minden egyes emberrel elolvastatnám, ugyanis olyan eszenciális tudással rendelkezik, olyan eszenciális tudást ad át, amire mindenkinek szüksége van. Giga respect Elstipkovics Erikának. Először pár szóban arról lesz szó ebben a videóban, hogy miért érdemes egyáltalán ezzel a témával foglalkozni, aztán bemutatok nektek pár szülőt, típust, hogy igazán megízleljétek a könyvnek a tudását, aztán bemutatom, hogy hogyan épül fel a könyv, hogy miért érdemes elolvasni, és egy-két záró gondolat el fog hangozni a végén. Ez a videó akkor is jó neked, ha te most itt éppen egy szülő vagy, legyen szó bármilyen korú gyereknek a szülőjéről, vagy szülő fogsz lenni a jövőben, de akkor is jó neked, ha éppen gyerek vagy, akinek vannak szülei, legyél akármilyen idős is, ugyanis mindenfajta ilyen témában segítséget fog adni. Már most írjátok le a komment szekcióba, hogy nektek milyen a kapcsolatotok a szüleitekkel, mennyire tök ki jól, mennyire tudjátok elmondani egymásnak a dolgaitokat, mennyire egészséges a viszonyotok, a kapcsolatotok, mennyire közeli, mennyire távoli, mennyire jól tudtok kommunikálni. Írjátok le a komment szekcióban, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen általános tapasztalatai vannak az embereknek, illetve a gyerekeitekkel, hogyha van, velük milyen viszonyotok van, milyen idősek vagytok, és akkor tök érdekes sztorik tudnak kikerekedni szerintem a komment szekcióban. Ja, meg azt is pöttyintsétek le a komment szekcióba, hogy szeretitek-e az ilyen könyvbemutatós videókat, szeretnétek-e még többet a jövőben, és hogy milyen típusú könyvekről szeretnétek esetleg ilyen videókat látni. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam, én Atis vagyok, a mai videónk témája pedig egy könyvbemutató, ami nem más, mint a Szeretettel sebezve. Mégis minek elemezgessük a múltat, a gyerekkorunkat, a szüleinkkel való kapcsolatunkat, hiszen a múlt az elmúlt, minek rágódjunk rajta, minek feltépni a régi sebeket. Most leginkább azért, mert a gyerekkorunk, a gyerekkori élményeink, a szüleinkkel való gyerekkori kapcsolatunk iszonyatos mértékben meghatározó az egész életünkre nézve. Nem is gondolnád azt, hogy a viselkedésed és a személyiségjegyeidnek a jelentős része ebből a korból származik. A szerző számtalan terápiás ülés keretében tapasztalta azt, hogy a legkülönfélébb emberi problémáink, legyen szó akár párkapcsolatról, családról, munkahelyről, személyiségregyekről, félelmekről, bármiről, a gyerekkori szülő-gyerek kapcsolatokban gyökereztek, és miután ezeket az élményeket sikerült lokalizálni, feloldani és elkezdtek dolgozni ezen a bizonyos problémán, az sikerült megoldani. Azért érdemes visszatekinteni a múltunkba, mert sokszor a jelenkor problémáit a gyerekkor szűrőjén át tekintjük, és sok jelenlegi problémánk forrás az a gyerekkorunkból fakad. Sokszor hiába vagyunk olvasottak, hiába olvasunk rengeteg önfejlesztő könyvet vagy kommunikációs könyvet, ugyanis ezek a gyerekkori minták beépülnek a tudatalattinkba, és tudatalatt váltják ki a különféle válaszreakciókat. Ezért is van az, hogy például egy-egy veszekedés alkalmával tapasztalod azt, hogy úristen, ezt az anyám mondta mindig, vagy az apám mondta mindig, és most meg én mondom ezt a páromnak például. Ezért is fontos ezeket a gyerekkori élményeket tudatosítani, beemelni a tudatba, és akkor tudunk vele dolgozni és foglalkozni. Amiért még nagyon fontos ezzel a témával
foglalkozni, hogy sokszor a saját nevelési, megküzdési, párkapcsolati mintáink, amik vannak, azt gondoljuk, hogy az a jók, közben ezeket a szüleinktől tanultuk, akik nem feltétlenül párkapcsolati szakértők, ők is a szüleiktől tanulták, ők is a szüleiktől, tehát generációkon átívelő tudás került átadásra, ami sokszor együtt járt a különféle problémák, szorongások, megoldatlan dolgok átadásával is, és rossz minták megtanulásával. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt egy külső perspektívából is megnézzük, hogy mások hogyan csinálják ezeket a dolgokat, és rájöhetünk, hogy miénk talán nem annyira jó. És ne féljünk szembenézni ezekkel a félelmekkel, sérelmekkel, gyengeségekkel, hogy idézzek egy pár sort a könyvből, ami nagyon szépen összefoglalja ezt. Éppen ott fejleszthetjük leginkább a képességeinket, ahol megsérültünk. Noha nem kaptunk elég ölelést, megtanulhatunk ölelni, bár nem beszélgettek velünk, mégis megtanulhatunk mélyen megnyílni, és ha nem figyeltek ránk, mi akkor is érdeklődéssel fordulhatunk szeretteink felé. Nos, hölgyek, urak, a rövid felvezetés után bemutatok nektek pár szülőtípust, ami nagyon fontos, hogy a könyvben ezek 20-30 oldalon keresztül vannak tálalva, nekem 1-2 percen van, úgyhogy csak nagyon felszínesen tudom nektek bemutatni, a részleteket megtaláljátok a könyvben. Illetve persze ezek a szülőtípusok ilyen kristálytiszta formában nem találhatóak meg a valóságban, mindig ezeknek a keveréke van gyakorlatilag, úgyhogy ezt így kell nézni, viszont így ilyen letisztult formában könnyebb megérteni őket. Nos, akkor következzen is pár szülőtípus. A túlféltő, túlkötődő, avagy a borostyán szülő. A borostyán szülő az készséges, segítőkész, védelmez és óvja a gyermekét minden szituációban, mindent megtesz helyette, túlsegíti, szinte összeolvad vele, és a szimbiózist a nyelvhasználata is mutatja, mikor egyes szám több eszemében nyilatkozik, hogy mi elmentünk ide-oda, mi felöltöztünk, mi betegek voltunk, és így tovább. Abban a hiedelemben él, hogy a világ egy borzasztóan veszélyes hely, amitől meg kell óvni a gyermekét, ezért minden apró, legcsekélyebb frusztrációt okozó helyzetben is közbelép és megoldja a gyereke helyett. Nem örül, hogyha a gyereke felnő és le akar válni, sokszor elintézi azt is, hogy ne akarjon, ne merjen a gyerek elköltözni otthonról, hanem éljen vele, de még ha el is költözik, akkor is egész nap hívja, egy nap akár többször is beszélnek telefonon, hogy mi van vele, és így tovább. Ezzel a viselkedéssel sokszor akár maradandó és mély sebeket képes okozni a gyermekben. Csökkenti a gyerek önállóságát, a környezetbe vetett bizalmát és a felelősségvállalást önmagáért és a környezetéért. Különösen a férfi a szerepviselkedés lehet deficites, hiányzik a küzdőképesség, a dominancia és a praktikus gyakorlatias probléma megoldás. Tulajdonképpen így lesz a férfiakból anyámasszony katonája. A túlféltéssel indokolatlan félelmet tápálnak a gyerekbe, és sokszor már gyerekkorban és gyakran felnőtt korban is szoronganak, félnek a kihívásoktól, az új szituációktól, az emberi kapcsolatoktól, félnek az elkötelezéstől, a változástól, és így tovább. Frusztráltá válnak, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők azt elképzelték, eltervezték, könnyen megsértődnek, ugyanakkor nehezen hoznak áldozatokat, és nehezen vívják ki mások elismerését. Sokszor ez a szülővel való egészségtelenül közeli kapcsolat megmarad a felnőtt korban is, ami rányomja a bélyegét mind a párkapcsolatra, a család életre, munkahelyre, szabadidőre és minden másra. A szereptolvaj szülő, azaz a szülősítő. Minden családban természetes, hogyha a gyerek kiveszi a részét a családi feladatokból, ez a dolog akkor válik megterhelővé és egészségtelenné, hogyha a gyereknek túl sokat, illetve a korának és érettségének nem megfelelő nehézségű feladatokat kell ellátnia, és emiatt nem képes megélni a saját gyerek és fiatalkorát, az ezekhez a korokhoz kötődő szerepeit, élményeit és érzelmeit. Sok gyereknek ideje korán kell felnőnie, gondoskodnia a kisebb testvéréről vagy testvéreiről, sokszor akár a szülőkről is, és az ilyen gyerekeknek kell reggelit, vacsorát csinálni a fiatalabb testvéreinek, iskolába vinni őket, tanulni velük, intézni az ügyeket, intézni a házi munkát, és így tovább. A szülősített gyerekekben ez rengeteg frusztrációt és szorongást okoz, és nem hagy nekik lehetőséget arra, hogy megéljék a fiatalkorukat, a barátságaikat, a gyerekkori játékokat, élményeket, és így tovább. Éppen ezért az ilyen gyerek gyerekként és később felnőttként is mások szükségleteit noha jól ismeri, de nem szab határt ezeknek a kielégítésének és a segítségnyújtásnak, viszont a saját igényeit és szükségleteit egyáltalán nem ismeri. Gyakran a szülők tönkrement párkapcsolatának eredménye, hogy ekkora terhet rónak a gyerekre, és ennek egyik mellékterméke, hogy gyakran a szülőnek lesz egyfajta párpótlék a gyerek, és vele éli meg a szülő az érzelmi és különféle igényeit. A szülősített gyerek később felnőttként mindenkit kiszolgál, mindenkit támogat, mindenkinek szívességet tesz, emiatt gyakran ki is használják őt egyébként, ugyanis akkor érzi szeretve magát, akkor érzi értékesnek magát, hogyha másokat szolgálhat és segíthet nekik, úgy, mert egész életében ekkor kapott csak szeretetet. Felnőttként a párkapcsolatukban is természetesnek tartják, hogy szolgáljanak valakit, és egyfajta szubmisszív szerepbe helyezkednek,
illetve sokszor még a felnőtt korukban is végig kíséri a szülőnek a kiszolgálása az életüket. A túlkövetelő szülő, avagy az idomár. Az idomár szülő jót akar, de nem képes arra, hogy a gyerek valódi fejlődési ütemének megfelelően szabjon ki feladatokat, különféle teljesítendő célokat és adjon elismerést. A gyerek persze jól teljesít minden fronton, ötös minden tantárgyból, remekel a zeneiskolában, jár külön nyelvórákra, még sportolni és mindenhova, és a világért se vonaná be, hogy ez borzasztó megterhelő számára. Az ismerősök persze csodájára járnak az eredmények láttán, hogy milyen ügyes, rendes gyerek, de nem látják a betanítás folyamatát, csupán azt, amikor az idomár kilép a színpadra és bemutatja a produkciót az idomított állatkájával. Az ilyen gyerekben, mivel csak akkor kap szeretetet, hogyha jól teljesít, az a hamis torszkép alakul ki, hogy csak akkor értékes és akkor szeretheti, hogyha letesz valamit az asztalra, hogyha elér valamilyen eredményt. Az ilyen ember fiatalon és felnőttként is rengeteget dolgozik, gyakran túlórázik, örökké hajt, munkamániás, akár nyaraláson sem tud kikapcsolni, vagy ha éppen otthon hagyja a munkát, akkor minden hegyet meg kell másznia, minden emlékművet meg kell néznie, és a nyaraláson is kimagaslott teljesítményt kell hoznia. Hiányzik az életéből a spontaneitás és a kreativitás, iszonyúan magasak az elvárásai önmaga és a környezetében lévő emberekkel szemben is, ami már önmagában nagy frusztrációt okoz, de ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ő eltervezte vagy elvárta, akkor az még nagyobb feszültséget generál. A kudarc számára elfogadhatatlan, maximalista minden tekintetben, a hibái szégyenletesek és rejtegetnivalóak, és a teljesítmény kényszeréből adódóan folyamatos a szorongás és az önértékelése éppen ezért romokban van. Ez a fajta perfekcionizmus az élet minden területén számos és komoly problémát okoz, mind a párkapcsolatban, családban, munkahelyen és az élet összes területén. Az érzelmileg zsaroló szülő, azaz a mártír. A mártír szülőket ezekről a mondatokról igen könnyen fel lehet ismerni. Hát ezt érdemlem én? Pedig mennyi mindent tettem érted, mennyi áldozatot hoztam. Ne is törődj velem. Szülőként nagyon nehéz eldönteni azt, hogy mit és mennyit helyezzünk háttérbe a saját életünkből, a saját igényeinkből, mennyit áldozzunk fel a gyermekünkért, és mi az a szint, ami már egészségtelen. A mártír szülő mindent felad, ami fontos neki, csak a gyermekéért él, ez pedig állandóan fel is emlegeti neki, bűntudatot kelt, sorolja az érte hozott áldozatokat, és érezteti vele, hogy hálásnak kell lennie, és aki nem a szülőjéért cselekszik, az nem is szereti őt. Életének értelme a gyerek, a kialakított függősége viszont óriási károkat okoz. Manipulatív viselkedés, állandó panaszkodásaival, az érzelmi zsarolásaival, tudattalanul produkált testi tüneteivel, folyamatos lelkiismeret furdalásban és függőségben tartja a gyerekét későbbiekben felnőttként is. A gyereknek folyamatos bűntudata van, szorongások gyötrik, saját érzéseiket elnyomják, nem merik kimutatni, akaratukat, igényeiket, vágyaikat nem tudják és nem akarják kifejezésre juttatni és érvényesíteni. Felnőttként vagy mindenre kiterjedően kiszolgálják a szülőt és minden igényét kielégítik és szolgalelkűen mások kedvében is járnak folyamatosan, hogy ugyan megcsinálják ezeket a dolgokat, de ezek folyton feszültséggel járnak bennük, ezek a feszültségek pedig kisebb-nagyobb pontokon kirobbannak, és rengeteg konfliktust okoznak az életükben. Nos, hölgyek, urak, erre a 4 szülőtípusra volt időnk, mert lassan lejár a videó időtartam, így is már félek, hogy nagyon hosszú lesz, és gyorsan elmondom nektek, hogy milyen más szülőtípusok vannak még, hogy ezzel is felkeltsem az érdeklődéseteket, hogy elolvassátok a könyvet. A barátszülő, avagy a jófej. A mindentudó Mr. és Mrs. Tökéletes, avagy a szuperszülő. Távolságtartó szülő, azaz az üveghegy, a bántalmazó szülő, avagy az agresszor, és végül az elég jó szülő, avagy a bátorító. Ez az utolsó, ugye, az a szülőkép, vagy szülőtípus, amire törekedni kellene, és ahogy a nevében is benne van, nincs olyan, hogy tökéletes szülő, olyan szülő van, aki elég jó szülő próbál lenni, és szeretne lenni, és igyekszik az lenni. A könyv végén pedig van egy szeretett cseppek nevű fejezet, ami olyan különféle gyakorlatokat tartalmaz, ami erősíti a szülő-gyerek viszonyt és kapcsolatot. A könyv felépítése egyébként erőteljesen sematikus, ami szerintem ebben az esetben nagyon jó, mert így lehet tök jól összehasonlítani az egyes szülőtípusokat, hogy ugyanazokon a kérdéseken megy keresztül a kötet minden típus esetében. Minden fejezet egy történettel kezdődik, ami a legjobban passzol az adott szülő megjelenítéséhez. Egyébként minden fejezetben több kisebb sztori is van, persze nem csak ez az egy, és ez baromi jó benne, ugyanis ezek megtörtént esetek, megtörtént páciensek a szerzőnek a praxisából, persze a neveket megváltoztatta, tehát teljesen életszagú és éppen ezért baromi jól be is mutatja az adott szülőtípust, átérzed a helyzetet és megérted ezen keresztül. Az egyes fejezetek a következő témákat járják körül és vannak kibontva ezeken keresztül. Mi jellemzi ezt a szülőtípust? Milyen hatással van a szülőtípus a gyerek gyerekkorára? Milyen hatással van a felnőtt korára?
Mi jellemzi a gyermeket a munkában, mi jellemzi a párkapcsolatában, mi jellemzi a gyermeket később majd szülőként? Mik a szülőtípus jellemzői, mit tegyünk, ha észleljük, és hogyan fejlesztjük azt? Hogyan élhetünk boldogabb életet, ha a szüleink ilyenek? A könyv első 12 oldala egyébként a bevezetés, aztán van egy 20 oldalas rész, ami a gyerekkori kötődést magyarázza el tudományos szempontból, borzasztóan izgalmas, aztán jönnek a szülőtípusok, és aztán jönnek a szeretett csepek, úgyhogy így kapjuk meg az egész könyvet, amit itt láttok mögöttem. Szóval egy brutálisan jó könyvről van szó, ami olyan eszenciális tudást ad át, amit mindenkinek el kellene olvasnia, mindenkinek meg kellene tanulnia, mert mindenkinek vagy vannak szülei, vagy ő szülő és vannak gyerekei, vagy mindkettő, vagy rosszabbik, szomorúbb esetben egyik sem, de borzasztó fontos tudásról van szó, ami végigkísér minket az egész életünkben. Tehát ha ebben a hónapban, vagy ebben a fél évben csak egyetlen könyvet olvasol el, és szánsz rá időt és pénzt és energiát, akkor az ez a könyv legyen, mert nagyon-nagyon hasznos lesz számodra. Én nagyon szoktam ezt ajánlani, nagyon szeretem is, úgyhogy csillagos ötös. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a tanulom magam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze mondjátok el a véleményeteket a komment szekcióban. Ne felejtsetek el ellátogatni a tanulom magam Facebook oldalára, a tanulom magam tanulók Facebook csoportjába, a tanulom magam Patreon oldalára, ahol egyik jelképes kis összeggel tudjátok támogatni a mi kis csatornánkat, és persze az Atis Instagramra, ahol mindig vannak exkluzív információk, képek, meg mindenféle cucc velem kapcsolatban. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!